Egy nemzeti érzületi kormánynak biztosítania kellene az ingyenes hozzájutást a nemzeti lobogóhoz mindenki számára, aki vállalja, hogy háza homlokzatára kitűzi azt. Van is erre európai példa, sőt nemzetközi is, de Magyarországon nem hallani ilyen kezdeményezésről. Trianon századik évében a mi hazánknak már volt hasonló célú országos akciója. Dós Dávid, a mi hazánk alelnöke, akkor haláb polgármestere, piros-fehér-zöldbe öltöztette települését. Még a XXI. században is életveszélyes volna a magyar zászlót kitenni Romániában vagy Szlovákiában, pedig több millió magyar él ma is az elcsatolt területeken. Magyar föld volt mindig, mégsem énekelhetik csak halkan himnuszunkat a Kárpátalján élők. Amíg nem veszítjük el, addig nem értékeljük azt, amink van úgy, ahogy kellene. Öröm látni, hogy kőbányán is élnek büszke magyarok, akik otthonukra hazaszerető szívvel helyezik nemzeti lobogónkat. Ami mi azánk kőbányai elnökeként a jövőben igyekszem felkeresni majd minden egyes ilyen házat, amit tehát magyar zászló díszít, hogy minden elkopott lobogót újra cserélhessen tulajdonosa. Felajánlom, hogy minden kőbányai lakos számára, aki vállalja, hogy házára kiteszi, eljuttatok egy magyar zászlót költségmentesen. Ez a legkevesebb, amit tehetek a magyar büszkeségtudat felmaradásáért.